részben úgy vagyok ezzel, hogy szükségszerű erre felé haladni. És ebben a tekintetben inkább arra felé mozgok, hogy jó néhány éve állunk benne a zenekarral a természetvédelmi programunkba. A Hortobágyi Nemzeti Parkkal kezdtük ezt a munkát jó néhány évvel ezelőtt, és ez az Ifjú Kócsagör program, és ez most arra az összes magyarországi nemzeti park közös programja, szóval ez egy nagyszerű élmény. Azt képzelem, hogy ebben a tekintetben remélem, hogy teszünk valamit, és néhány évvel ezelőtt elkezdtük ezzel párhuzamosan a vadonleső programot is, ami meg egy nagyszerű kezdeményezés, minden évben nagyszerű biológusok kitalálják, hogy melyik kisemlős az, amelyikre különösen oda kell figyelnünk, és akkor azzal a kisemlőssel foglalkozunk egész évben. Úgyhogy ebben a tekintetben szerintem a természethez való kapcsolódásunk az viszonylag erős. Az az aktivitás, amelyik mondjuk a hajót jellemzi, az meg azt hiszem, hogy állatira fontos. Másrészt én magam is jobban szeretem, hogyha amit tudok a boltban vásárlás után, azt kézben viszem. Szóval, hogy mert azért feledékeny vagyok, szóval néha elfelejtem a menő szatyrokat magammal vinni. De hogy önmagában szerintem ez egy piszok nagy élmény, mondjuk nem tudom, mit szólnak a koktélfogyasztók. Én azt tanácsolnám nekik, hogy igyanak viszonylag jó fehér és vörös borokat, és akkor ahhoz egészen biztosan eszükbe se jut szívószálat használni.